A Gödöllői Almási Attila és a Váci Vég Tibor újabb nagyfába vágta a fejszéjét, ugyanis a 4000 kilométeres olaszországi táv után most Gödöllő és Vác testvérvárosait kutatják fel. Azt tudjuk, hogy túl vagytok 4000 kilométeres olaszországi távon, emellett még mi volt ilyen hosszabb táv, amit megtettetek már eddig? Hát a Kárpát-medencét tekertük körbe, vagyis én elindultam egymagam, aztán Tibi is egy-két napot tekert velem. Előtte meg, hát én még körbe tekertem Magyarországot a határ mentén, ez volt a legnagyobb, és aztán jött az olasz út, amit közösen Tibivel tekertünk. Mi a mostani cél? Mi lesz május 6-án? Hát ez egy Európa kör lesz tulajdonképpen. Több országot érintünk vele, Szlovákián keresztül megyünk. A testvérvárosokat érintjük, először Ipolyság, Sahi, aztán felmegyünk Dubnicára-Vahonba, onnan megyünk át Lengyelországba, Zsivjecbe, majd lejövünk Csehországba, Otrokovice, majd Brandisnádel-Labem, onnan átmegyünk Németországba, Giessenbe, Dunaeschingenbe, majd Eichachba, aztán lemegyünk osztrákokhoz. Ott két város lesz, csak Badislő, meg Luxemburg. Luxemburg, igen. Aztán visszamegyünk a logika útján, ugye, hogy kör legyen mégiscsak bele, szlovákokhoz, Dunaszerdahelyre, majd ismét Vác és Gödöllő. Attila és Tibor már tavaly tervezte, hogy Lengyelországot is meghódítják kerékpárjaikkal. Innen jött az ötlet, hogy miért ne érinthetnék Gödöllő és Vác testvérvárosait is. Körülbelül olyan 3000 kilométer lesz, ami azt jelenti, hogy naponta olyan 150 kilométert fogunk megtenni. Persze, hogy ahogy adódik, próbálunk olyan helyen ott megszállni, ahol a testvérvárosunk van, mind Gödöllő, mind Vácnak. Ha nem sikerül, akkor máshol, de sátorba fogunk aludni, úgyhogy más. Nem tudom, hogy említettétek-e már, hogy hány napig lesztek távol, hány napig tart ez a túra? Nem említettük, ez olyan 20-22 napig fog tartani. Reméljük, hogy nem lesz vele probléma, úgyhogy végig tudjuk csinálni. Hát, illetve ami lassíthat minket, bár a tervezet az tényleg 22 nap. Időjárás, esőben nem nagyon lehet tekerni, hát a szakadó esőben még szemekkel, hogy csak tekerünk, nem beszélve, hogy ugye hegyeken megyünk keresztül, tehát azt nem tudjuk belekalkulni, hogy mennyi hegy lesz, illetve mekkora lassulás lesz ennek a következménye. Tátrán át kell tekernünk, visszafelé az Alpokon át kell tekernünk, tehát ez befolyásolhatja a napok számát. Várnak-e esetleg ott titeket? Tudják, hogy ti mentek, lesz ennek valami ünnepélyes fogadtatása, vagy ilyesmi? Hát ünnepélyes fogadtatás lesz, azt nem tudjuk. De mindenképpen várnak minket, persze, tehát úgy van megbeszélve, hogy a testvérvárosokban bemegyünk a polgármesteri hivatalba, és egy kis ereklye átadása, vagy zászló, egy kis emlékplakett, ilyesmi átadásával jelezzük, hogy ott vagyunk, és hát hivatalosan tesszük, hogy felkerestük a testvérvárosunkat. Ilyen felszereltség kell, mint ruházatilag, mint a bicikli felszerelésileg, tehát hogy miket kell tartalmazni a csomagnak, vagy a bicikli, mint kell lenni, ami megőrzi nektek az egészségeteket, illetve a biztonságotokat az utakon. Hát mindenféleképpen legalább egy középkategóriás bicikli szükséges hozzá, hiszen azért rengeteg kilométert ki kell bírnia, és nem is a legegyszerűbb, legsilányabb felszereltséggel, tehát azért alkatrészek szempontjából egy viszonylag jobb minőségű felszereltségű biciklikről beszélünk. Több váltás ruhát viszünk magunkkal természetesen, hiszen mosni, illetve ruhát cserélni nem mindig tudunk majd. Élelmiszert viszünk magunkkal, levesporokat, műzliket, különböző italokat viszünk magunkkal, amit azért vinni kell mindenféleképpen. Természetesen útközben fogunk vásárolni is, hiszen azért minden nem fér be a biciklistáskába. Kulacsokat viszünk, több kulacsot, nagyon sokat fogunk inni, 5-6 litert megiszunk egy nap, azért ez már a tapasztalat alapján mondom. Biciklis javító felszerelést, szerszámokat, ragasztókészletet, tartalékgumit, ezt azért mindenféleképpen viszünk. Tulajdonképpen ennyi talán. Milyen veszélyekkel járhat egy ilyen túra, ha esetleg valaki útnak indul, mire figyeljen majd, ha valaki hasonló utat tervez magának? Hát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a forgalom, ami elsősorban veszélyes lesz, hiszen nem csak mellékutakon, hanem csak bicikliutakon fogunk közlekedni. A tavaly utunk alapján rengeteg kamionra számítunk most is, nagyon sok kamion ment el mellettünk, ami veszélyes volt, ugye a légnyomás lök, húz, tehát figyelni kell arra, hogy nehogy eldőljünk, hogy nehogy elüssenek minket. Tulajdonképpen a szállásunk az sátor lesz, tehát minden este fölvegyük a sátrat, ez megint csak egy veszélyforrás lehet, nagyon féltünk a biciklik miatt tavaly is, hogy ki tudja, mi lesz reggelre, reméljük most lesz semmi probléma. Aztán természetesen mellette az előfordul, hogy a biciklivel hibásodás történik, vagy esetleg eldőlünk, vagy elütnek minket, akkor annak megint csak a problémája felmerül. Biztosítást mind a ketten kötünk természetesen, tehát ez azért alap. Lényeges dolog, igen.
A 3000 kilométeres táv megtételéhez szükség van a kiváló kondícióra, ezért Attiláék minden nap kerékpároznak, emellett útjuk során figyelnek a folyadék és szénhidrát folyamatos utánpótlására. Ugye nagyon sok kalóriát égettek, nagyon igénybe van véve a testetek a tekerés során. Mennyit edzettetek erre a próbatételre? Hát végül is napi szinten edzünk, mert mind a ketten többnyire kerékpárral járunk. Én dolgozni is kerékpárral járok, a Tibor is többnyire kerékpárral jár mindenhol, úgyhogy napi szinten edzésben vagyunk. Tulajdonképpen ennyi, természetesen tekerünk többet, mint az átlagember. Nagyon sokat azért nem készülünk, tehát nem versenyzők vagyunk, mind a ketten amatőrök vagyunk. Az átlagnál egy picit többet, de különösebb felkészülés nincs. Tehát minden nap tekerni kell természetesen, és azért egy picit többet, mint az átlagember, ennyi. Gyorsan egy napot mondjatok el majd, hogy egy nap hogy fog telni, tehát hogy körülbelül mennyit tekertek, mennyi a pihenőidő élelemre vagy étkezésre, mennyit szántok, mennyi időt szántok városnézésre, kikapcsolódásra, vagy végig tekertek-e majd? Ez a tapasztalatok alapján úgy fog kinézni, hogy általában 8 óra körül indulunk minden reggel, akkor tekerünk egy olyan 1-2 órát egy reggeliig, megkávézunk, feltöltjük a mobiltelefonokat, illetve a kamerákat, aztán tekerünk nagyjából dél 2 óra körülig, amikor már ugye megint enni kell, közben azért műzli fogyasztás az természetesen van. Városnézés bele csatlakozik természetesen megint. A polgármesteri hivatal környékén lesz ugye ez, amit az előbb említettem, zászlóátadás, ott azért beszélgetünk a helyi képviselőkkel, illetve a polgármesteri irodából, akivel sikerül, hogy mégiscsak jelezzük, ott voltunk. Aztán délután megint tekerés egészen legalább 7 óráig este, ahol természetesen szebb helyeken megyünk keresztül, szebb városon keresztül, ott körbenézünk, videózunk. Nagyjából ennyi egy nap, tekerni kell egész nap egyébként. Tehát arra, hogy különösebb városnézést beiktassunk a próbán, nem nagyon lesz időnk. Ahogy átmegyünk a városon, a szebb helyeket levideózzuk, megnézzük, természetesen megvan egy-két helyen esetleg, de arra, hogy pihengessünk, leüljünk egy padra, arra nem lesz lehetőség. Kik támogattak titeket a mostani utatokban? Hát engem mindenképpen, vagyis Tibort is, a város, Gödöllő, engem Gödöllő város önkormányzata, aztán több szponzorok segítettek, vállalkozók, akik létrehozták nekem ezt a segítséget. Nagyon szépen köszönöm nekik. Engem szintén támogatott az önkormányzata, a Vácváros önkormányzata, valamint helyi vállalkozók támogattak, én is nagyon szépen köszönöm nekik. Ha meg lehet említeni név szerint, akkor a Sárga Fogó, a DZ Bike, akik sokat segítettek ebben, valamint a helyi KBTV segít, propagálja a utunkat. A biciklisek folyamatosan dokumentálják majd az ott látottakat, később pedig egy hosszabb filmet készítenek a kalandos útról, melyben bemutatják a testvérvárosok helyszíneit. A jövőben Erdély területének bejárása a céljuk, természetesen két keréken.